A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Jó estét kívánok, ez itt a kezdőkör, és a mai adásunkban a mottónk az a sportból vett régi szlogen, hogy győztes csapaton ne változtass, ezért a múlt heti társasággal kezdjük, bármi nem nyertünk semmit, remélhetőleg legfeljebb az önök bizalmát. Itt van velünk ma is Beke Zsombor, a Fejér megyei hírlap, a FEUL újságírója. Jó estét kívánok. Itt van velünk Farkas Szilárd, Fehérvár Média Centrum, és Németh Krisztián, aki FEUL és Fehérvár Média Centrum követ egy személyben itt. A quintesszenciája mindannak, amit képviselünk, és hát tulajdonképpen a témák is hasonlók, bár mivel ez a fehérvári sport kibeszélő műsor, olyan nagy meglepetés nem okozok ezzel, lesz azért majd reményeim szerint némi kitekintés is, és hát a sorrenden is csavarunk egyet, mert a múlt hét nagy részében az adásban ugye fociztunk, kellően elborzadva a Vidi rossz szezon kezdésétől, hát jobb híreink most sincsenek, úgyhogy kezdjük inkább a hokisokkal, akik viszont túl vannak történelmük első bajnokok ligája meccsén, sőt első kettőn, és hát tudjuk, hogy két vereség lett a vége, ami összességében azért valószínűleg senkinek nem okozott váratlan traumát, de hát két nagyon különböző meccsképről és eredményről beszélünk. Ugye az első találkozó egy méretes zakó lett a Zurich Lions ellen, egy 7-1-es vereség. Ott is egyébként az utolsó harmad volt igazából, ami ezt a szakadékot így tágította. És hát Kevin Konstantin, a csapat valóban rettentő tapasztalt vezetőedzője mondta, ugye, hogy 38 éves edzői pályafutásával pontosan tudja, az első meccs egy sorozatban az gyakorlatilag nem mérvadó. A másodikon aztán jelentős karaktert villantott a volán, hiszen csak a hajrában szenvedett egy gólos vereséget az egész bajnokok ligája tavalyi legjobbjától, vagyis hivatalosan jelenleg még Európa legjobb csapatától, a Röglétől. Hát nem tudom, hogy mennyit láttatok a mérkőzésekből, gondolom Zsombor azért rendesen végig nézte az egészet, Szilárd pedig már úgy jelentkezik, mint a jó tanuló Karintinál, ő rögtön jelezni akarja, hogy nem csak a Manchester United kapcsán van képben. Igen, tehát azért bocsáss meg, hogy elragadtam tőled a szót, és mindjárt vissza is adom, csak amikor Zoli most bejelentkezett itt a műsorban, nem tudtam hirtelen, hogy kire gondol, hogy győztes csapaton ne változtass, ugye csapataink szereplésének fényében, tükrében. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg a Manchester United-ra gondol, ugyanis Zsinórban a negyedik mérkőzésünket sikerült megnyerni. Köszönjük, Szilárd! Habár egy picikét nem az, hogy változtattunk, hanem felspanoltuk a csapatot, így nyertünk 3-1. Igen, ma beszélgettem Kajzer Tomival telefonon, és kifejtette azt az óhaját, hogy hozzuk szóba mindenképpen a United-ot az adásban. Mondtam, hogy már múlt héten is érintőlegesen azért szóba került, de ez most az a kategória volt, amikor köszönjük, majd értesítünk. Térjünk vissza a jégkorongokhoz, hiszen tényleg nagy meccsek voltak ezek. Szerintem még egyébként az első is, hiszen azért ott a hangulat, maga a történelmi jelentőség az kétségkívül emelte az egésznek a magasztosságát. Hogyan értékelitek ezt a két meccset? Nyilván az nem meglepetés, hogy két vereség lett a vége, de azért főleg itt a Rögle ellen rendesen megmutatta volán, hogy van keresni valója, vagy helye legalábbis a bajnokok ligájában. Igen, az első mérkőzés az kevésbé sikerült jóra. Talán az első 5-10 perc volt, ahol nagyon nagy különbség volt a két csapat között, talán megilletődött, eljátszott a volán. De például a második harmadban, azt hiszem 3-0-val mentünk bele abba a 20 percbe, jól emlékszem, ott komoly esélyeink voltak arra, hogy szorosabbá tegyük a találkozót, a végén meg sajnos kinyílt az olló. De én arra meccsre is azt mondanám, hogy így ki lehet kapni még a 7-1 ellenére is. Ennyi nem volt talán a két csapat között, a nemzetközi rutin kijött, bár közhely, de ez való igaz, a Zürich javára, és hát ugye utána megjött a Rögle, ahol Kevin Konstantin bemerte rakni a Horváth Dominiket, ezt mindenképpen említsük meg, a 21 éves kapust, aki tavaly a Titánoknál az utolsó szezon utolsó harmadában nagyszerűen védett, tehát meccsenként 50-60 lövést kapva védett,
és bemerte rakni, és nagyon jól teljesített a fiatal kapus, aki nagyon jó alapot adott ahhoz, hogy ez szoros találkozó legyen. Érdekes volt, mert pont a statisztikákat néztem, hogy összesen csak 14 kaput eltaláló lövése volt a volának, és sokkal többnek tűnt a helyszínen, mert a játékképe meg nagyon kiegyenlített játékot mutatott, úgyhogy szerintem erre a teljesítményre lehet alapozni. Kíváncsian várom, hogy ebből az idegenbeli túrából, mondjuk most csütörtökön Rögle ellen játszik a volán idegenben, utána pedig a Zürichben, hogy ebből mi sül ki. Talán egy pont. Ugye múlt héten pont a Vidi kapcsán, amely szintén egy nagyon erős ellenféle játszott, még a Kölnnel ugye a Konferencia Liga playoffjában, beszéltünk, hogy kicsit megilletődött volt a kezdés a hazai meccsen az idegenbeli győzelem után. Most te is mondtad, hogy talán az elején volt a leginkább nagy a különbség a Zürich ellen, ami nekem azért meglepő, mert azt gondoltam volna, hogy mindig mondják, hogy ennek a csarnoknak az atmoszférája az azért rendesen meg tudja fogni a vendégcsapatot, főleg ha először van itt. Másrészt talán egy kicsit abban is reménykedtük, hogy túl meleg lesz, amihez ők nincsenek szokva, hogy egy jégpályán az is problémát okozzon. De hát lehet, hogy a volán volt túlzottan megilletődve itt az elején? Hát lehet, hogy egy picit meg voltak illetődve, hogyha az első meccset vesszük, ugye a Röglánál nem voltak megilletődve, mivel mi szereztük meg a vezetést, aztán kicsusszant a kezünkből, de a 2-1 az mindenképpen a címvédő ellen bizakodásra adhat okot. Nyilván ez a kislányos zavar, hogyha lehet ezt úgy nevezni, ugye a Bajnokok Ligája szereplés kapcsán a második meccsre már egy picit elmúlt. Gondolom összeállt a fejekbe, hogy hát azért gyakorlatilag ugyanazt a játékot játsszuk más csapatok ellen, és más úgymond zászló alatt, de ez a teljesítmény ez mindenképpen szerintem, hogyha a tendenciát nézzük, akkor csak jobb lehet. Én ugyanazt tudom mondani, amit az előző hatásban, ahol ugye azt fejtettem ki, hogy nem kell félteni ezt a csapatot senkitől és semmitől, mert szerintem az elmúlt szezonban Kevin Konstantintól nagyon sokat kapott ez a csapat, ami alapot adott arra, hogy egy BL címvédő ellen, vagy BL címvédőtől se ijedjenek meg, és ez ugye be is következett a második meccsen. Hát az első meccs, Istenem, így sikerült. Jó volt tanulópénznek, de ezek tökös srácok, és egy nagyon-nagyon jó csapat van a Raktár utcában, és le a kalappal előttük. A szurkolóik támogatásával szerintem ez egy nagyon pazar eredmény, vezetés szerezni a címvédő ellen, azt tartani, és aztán egy szoros meccsen végül is alul maradni. Bravo! Igen, máshogy beszélünk ezekről a vereségekről, mint majd egyéb vereségekről esetleg itt az adásban. Hogy éreztétek, hogy mennyire van kész jelenleg a volán? Azért a Bajnokok Ligája minden csodájával együtt nyilván ez a szezon is elsősorban arról szól, hogy meg tudja ismételni a tavalyi parádét az osztrák ligában. És ugye Kevin Konstantin is azt mondta a második meccs után, hogy már rengeteg, már az első meccshez képest is rengeteg fejlődést, előrelépést látott, hát még a felkészüléshez képest. És hát nyilván az itt a nagy kérdés, hogy lesz-e olyan jó ez a volán, mint az előző szezonban volt. Hát ezt még kicsit nehéz talán megítélni, az biztos, hogy ugye a maga az adott, az új légiósok közül is a két hátvéd, a Betker meg az O'Brien, a keménységükről már tanúbizonyságot tettek, kicsit sokat is ültek talán a büntetőpadon, főleg a Rögle ellen. Voltak jó bunyók is, ugye volt, amikor két ponton is ment a verekedés. Igen, úgyhogy a keménységükkel nem lesz gond valószínűleg a szezonban. Jó lehet ez a csapat, tényleg az a két-három nap alatt is rengeteget lépett előre játékba volán, már a tavalyi döntős lendületet, letámadós hokit jellemezte a Rögle ellen, tehát nem félt a volán, most, tehát nem ijedt meg attól, hogy most a címvédő van a vonal túlsó felén, úgyhogy erre lehet alapozni, mondom, kíváncsian várom, hogy itt idegenben is meg tudjuk-e közelíteni ezt a teljesítményt a BL-ben. Említetted Horváth Dominiket, aki valóban az egész hétvége talán legkellemesebb meglepetése volt. Nem tudom, hogy a szurkolóknak a helyszínen mi volt az első reakciójuk, amikor kijöttek melegíteni a csapatok, és mondjuk világossá vált, hogy ő fog védeni a címvédő ellen, nem pedig az óriási tapasztalattal rendelkező és nyilván emiatt is szerződtetett légiós kapus. Szóval, hogy ez ahogy Krisztián mondta, elég tökös húzás volt magától a vezetőedzőtől, nyilván ő pontosan tudta, hogy ezt miért lépi meg, nem gondolom, hogy azért, mert úgy gondolt, hogy ez a meccs úgyis elmegy, hát akkor miért ne. Lesz belőle egy olyan váratlan és mindenki számára nagy meglepetés, amilyenek azért előfordultak már ezen a poszton,
akár a fiatal Hetényire gondolunk, akár korábbi magyar kapusokra, akik váratlanul bizonyítottak nemzetközi szinten. Szerintem benne lehet. Ugye, ahogy említettem, a Titánokban is tavaly eszméletlenül jól védett a szezon utolsó harmadában, végigvédte az összes mérkőzés szinte, és elég nagy szerepe volt abban, hogy ugye ezt az előplay-offba játszhatott a Volán a Deac ellen, a kis Volán. Úgyhogy benne van az, hogy talán az előzetesekhez képest jóval több játék lehetőséget fog kapni Doma, mert tényleg nagyon jó teljesítményt tett le az asztalra. Nyilván ezt többször meg kell majd ismételni, de ez kezdésnek mindenképpen biztató volt. Kíváncsi, hogy mi játszódhatott le mondjuk akkor Roa fejében, meg hogy egyáltalán hogy fog kinézni a szezonban ez a poszt, mert ugye mindig mondják, hogy a kapus azért az olyan bizalmi ember, ahol valaki mellé le kell tenni egyértelműen a voksot, de láttunk már olyan szezont a Fehérvár történetében is, amikor gyakorlatilag felváltva védett két jó kapus. Az utóbbi időben azért inkább az volt a jellemző, hogy a nagy rutinú külföldi volt az első számú ember. Ugye éppen mondtad a felvezetésnél itt is, hogy mennyire van kész a csapat. Hát mivel kapusposzton is látjuk, hogy megy a kísérletezgetés, ami most jól sült el, így úgy látszik, hogy olyan szinten vagyunk még a szezon elején, hogy még nem lehet azt mondani, hogy kész van a csapat. Ha csak a kapusposztot nézzük, akkor gyakorlatilag kész van. Tehát lehet váltogatni a kapusokat, itt biztos, hogy lesz rotáció, és neki is kell lennie, ugye Dominik nyakába azért nem lehet odarakni az egész szezont így kapásból, még ha jól védett is. Az ő esetében azért is érdekes a helyzet, mert minden évben elhangzik, hogy ez az akadémia, amely most már azért jó néhány éve hivatott ugye a nagy csapatot feltölteni tehetségekkel. Ez akkor működik igazán jól, hogyha a szezononként 2-3 fiatal tényleg megmutatja az oroszlán körmeit, és már nem csak a magyar bajnokságban. Hát lehet, hogy a kapus lesz most az, aki ezt igazolja. A kérdés, hogy lesz-e más? Hogy látjátok ezt most? Hát ugye pont összenéztem, hogy a Rögle ellen 10 volt akadémista volt a Volán keretében. Tehát a magyar magnál a Hári Bartalis, Tipsic, Trión kívül, ugye, tehát mindenki az akadémiáról került ki. Ugye új arc az Ambrus Csongor, aki tavaly nagyon jó teljesítmény nyújtott szintú a Titánokba, illetve ugye Horváth Dominik lehet az, akik megvetik a lábukat, és ugye még ne felejtsük el Vértes Nátánt sem, ugye külföldről tért haza, de fehérvári nevelésű játékos, ő is ott volt mindkét mérkőzésen a keretben, játszott is, a harmadik sorban Bartalis is, Dieter Vocs próbált jól együttműködni, és lőttek is egy gólt a Zürich ellen, meglátjuk. Szerintem hármójuk hosszabb távon is ott lehet a keretben ebben a szezonban. Ez szerintem az olyan óriási dolog, és nagyon fontos, mert ugye deklaráltan egyfajta építkezésben vannak klub, hát az elmúlt szezonban az jó néhány sortéglát ráraktak az alapra, és mindezt úgy képesek kivitelezni, hogy ott vannak a titánok, a jövő titánjai a csapatban, így ez külön megsüvegelendő, tehát nyilván az anyagi lehetőségek korlátozottak, tehát nem is tudnának annyi légióst igazolni, de nem is akarnak, hiszen nagyon fontos továbbra is az utánpótlás beépítése, és ez működik, és nem csak az osztrák liga szintjén, hanem immáron a bajnokok ligája szintjén is, és meg is állják a helyüket ezek a srácok. Ja, nem független ettől a hangulat, meg a közönség hozzáállása a csapathoz, mindig mondják más sportágok kapcsán, főleg negatív éllel, hogy ha nincs helyi kötődésű játékos, ha nincs, aki tényleg úgy lehet rajongani, hogy gyakorlatilag fiatal korától szemmel követjük, akkor kicsit nehezebb az igazi azonosulás. Hát erre itt nincs, vagy ezzel kapcsolatban itt nem lehet hiányérzetünk. Milyen volt a hangulat, hogy éreztétek? Azért a fehérvári szurkolók arról híresek, hogy tényleg értékelik az utolsó csepp izzadságig kitett erőfeszítést és akaratot. Jó, hát a Debrecentől nem szeretünk kikapni azért Magyar Kupa döntőben. Ott akkor előjön a kritikusabb én is, de gondolom, hogy most azért mindenki úgy áll ehhez a csapathoz az előző év, vagy akár ezután a BL két meccs után, hogy megérdemlik a bizalmat. Mindenképpen mindkét mérkőzésen ilyen libavőrös hangulat volt. Tehát ahogy kijött a csapat melegíteni, már szúgott a hajrával án, mindenki mosolyogva, lelkesen jött a csarnokba. Reméljük, ez kitart az egész szezonban. Én picit attól egy
kicsit félek talán, hogy most túlzottak lettek az elvárások, nyilván nagyon jó teljesítmény nyújt a csapat, csak persze, hogy lesznek hullámvölgyek, tehát egy 60 meccses szezont nem lehet végig tolni ugyanolyan jó teljesítménnyel, de reméljük, hogy a lelkesedés a szurkolók részéről végig kitart, és ilyen közel telt házas mérkőzések lesznek az osztrák ligában is. Én azért az elvárások kapcsán azt mondanám, vagy azt jegyezném meg a magam részéről, hogy szerintem nem feltétlenül jó, hogyha egy kiemelkedő szezon után ilyen nagyon túlzott elvárásokat támasztunk, inkább próbáljunk meg örülni és pozitív energiával tölteni a csapatot, hogyha úgy tetszik. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy majd nem tudom, elkezdődik az osztrák bajnokság, és akkor majd minden mérkőzés előtt jól megkérdezik, hogy de ugye most azért megveritek ezt a következő csapatot, mert végülis tényleg, hát most ezüstérmesek lettetek, azért csak meg kéne verni, nem? Nem vertétek meg? Há, gyerekek, itt valamit nem oké. Tehát szerintem ezt felejtsük el, továbbra is örüljünk annak, amit ez a csapat kivívott magának, nem csak az előző szezonban, hanem már most a szezon első két tétmérkőzésén, és bízzunk bennük, meg szeressük ezt a csapatot, mert szerethető csapat. Ugye azt mondtad, hogy milyen a hangulat, hát a Nouvel is kiemelte, ugye a Röglének a gólszerzője, ő neki is libabőrös volt a háta, amikor itt a második mérkőzésen pályára lépett, vagy hallotta, hogy mekkora buzdítás van, nyilván az első mérkőzés is hasonló volt. De hogy ezt ő mondta, ugye, hogy gyakorlatilag amikor 5-3 ellen kellett védekezni, pontosan 3-ban az 5 ellen, akkor hihetetlen milyen tartást, illetve erőt adott nekik a közönség, amely ilyenkor nyilván mindenki ütött korongot úgy ünnepel, mint egy gólt. És hát ezt az atmoszférát, én azt gondolom, hogy még a Bajnokok Ligájában sem sűrű lehet tapasztalni. A hoki azért Európa szerte egy ilyen nézegetős, tapsolgató sportág inkább. Hát itt Fehérváron nem az. Hát ha ezen múlna, szerintem a BL rendezője most alanyi jogon egy főtáblát adnának a Volánnak minden a szezonban. A CHL vezető is itt voltak Fehérváron a Zürich ellen, és ők is el voltak ájulva, videóztak, hogy micsoda hangulat. Meg ugye a sajtó előtt vannak a vendégszurkolók, és ott is akár a himnuszok alatt, akár a meccs közben is azt láttam, hogy több szurkoló a mi táborunkat videózza le. Szóval ez tényleg egy ilyen jó érzés. Hát unikum, és tényleg gyakorlatilag a világörökség része lehetne a magyar jégkorong szurkolói kultúra, ezt tudjuk bármilyen nagy eseményről, ahova elmentek a szurkolóink, és ha már erről beszélünk, azért említsük meg, ugye, hogy a női jégkorong válogatott közben bent maradt az A csoportban, ami egészen hihetetlen nagy bravúr, bár sokat fejlődött ez a szakág is, és hát ott van ugye Pet Cortina, akit mi nagyon szeretünk, fehérvári múltja és a szaporói csoda kapcsán is, most csinált egy újabb csodát gyakorlatilag, lassan ő lesz az, aki a magyar hoki legnagyobb csodatevője lesz. Meg ne felejtsük ki Horváth Imolát sem, mert ugye ő Fehérváron kezdte a jégkorongot, ugye a Milánnak a húgáról van szó, és ugye ő is ott volt a női válogatottban az a csoportos VB-n. Úgyhogy hát újabb magyar hoki csoda. Igen, hát a női foci EB mellé a női hokit is kezdjük megszeretni és megszokni, még ha sokan esetleg úgy is gondolják, hogy nem egyenértékű a férfiak sportágával, de hát ebből a tényleg, én emlékszem még nagyon sok évvel ezelőtt ilyen vicces kis magazinanyagokat gyártottunk országos tévében, hogy női hoki van, és hát hogy jaj, de érdekes, hát a lányok is fölhúzzák ugyanazt a szerelést, hogy milyen, hogy sminkel ki a kapusa, nem tudom, 70 kilós ruha alatt, meg a stb. És körülbelül ez volt az érdeklődési szint, most meg ott tartunk, hogy hát világbajnokságon járt a magyar válogatott, tehát azért ebből az amatőr szférából, jól lehet, még mindig döntően amatőr játékosokról beszélünk, sikerült ide ki nőnie magát ennek a sportágnak is. Úgyhogy hát reméljük, még nagyon szép sok hoki eredményről és sikerül fogunk tudni beszámolni ebben a műsorban is, meg kibeszélni. Most hangnemet kell váltanunk, mert beszélünk a fociról. Nem lett jobb a kedvünk, és nem lett jobb a MOL-Fehérvár szezonja az elmúlt hétvégén sem. Nem tudom, hogy önmagában ez a Debrecen elleni vereség, ez érdemele akár 3 szót is, bár egy volt megint a sajnos elég sok rossz meccsből. Nekem, ami nagyon-nagyon feltűnik, és most egy kicsit ilyen történeti kutatást is végeztem, amennyire lehetett, hogy 4 meccset játszott le idegenben a MOL-Fehérvár, és hát azért,
Ha a Videoton történelmét nézzük, akkor is egyébként egy példanélküli rossz kezdés, vagy nagyon ritkán volt erre példa, hogy az első négy idegenbeli meccsén egy pontot sem szerez a csapat. Rúgott összesen egy gólt 11-esből, és van három gyakorlatilag sima veresége. És hát a Videoton történelmét nézve oké, de a MOL Fehérvárét, meg ezt a jelenlegi fehérvári klubét, amelyik most már 10 éve minimum kiemelkedő lehetőségekkel bír, hát mindenképpen a legrosszabb kezdés ez. Szerencsére közben két hazait azért sikerült megnyerni, ugye a Kecskemét ellen vérrel verejtékkel, 90. percben szerzett góllal, de én nem tudom ezt hova tenni őszintén szólva. Régen volt ilyen mondás vidéki csapatoknál, a Vidinél is, hogy ha elhagyják a Fehérvár táblát, akkor rögtön tele a gatya, meg akkor sokkal kevesebb pontot szereznek, és ez valamiért természetesnek is tűnt. De most már azért nem a nagy ferencvárosok, meg újpesti dózsák, meg honvédok ellen, hanem Kisvárdán, meg Pakson, meg Debrecenben ég meg a csapat. Őszintén szóval nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy ilyen játékot látok tőlük. Ugye azt mondják, hogy idegenben jó az X, mi most már azt mondjuk, most már nagyon jó idegen, lenne. Idegenben jó lenne az X, hát nem sikerült összehozni, hát tényleg amit ki lehetett emelni a meccsből, azt ugye a nyilatkozók is elmondták, hogy volt helyzetünk, és igen. Képzett, ha ne lett volna még. Igen, volt helyzetünk, és néma csend. De mi lehet ebben, szerintetek? Én nagyon, hát nem is tudom, kétkedve olvasgatom, bár biztos szakmailag azért megmagyarázható, hogy itt az eddigi nagyon erős dupla terhelés, meg a sorozat meccsek, meg hogy nem tudott a teljes keret együtt edzeni. Most is azt mondta a vezetőedző, hogy hát majd mostantól fog igazából tudni a teljes keret együtt edzeni, új légiósokkal, új igazolásokkal, és akkor most emeljük fel a fejünket, és reménykedjük, hogy hát tulajdonképpen ez nem érdekes, ami eddig történt, mert majd mostantól mindenki együtt edz, és akkor milyen jó lesz. Hát ugye alapvetően a sport, vagy hát inkább a futball, az szerintem tipikusan az a közeg, ahol ha becsúszik mondjuk akár egy rosszabb meccs, vagy rossz eredmény, már akkor elkezdik leszedni a keresztvizet a csapatról. Ellentétben a hokival egyébként, igen. De ez most, itt most nem erről van szó, mert tényleg egy ilyen tendenciózus, visszafogott teljesítmény mutatkozik valóban idegenben, hogy ilyen nagyon diplomatikusan fogalmazzak, és őszintén szóval én sem nagyon értem, meg látom át ezt a szituációt. Az biztos, hogy a Kecskemét ellen sem volt meg az igazi átütő erő, tehát hogyha nem érkezik Stopira, akkor megint hát bajba lettünk volna. Szóval, hát rejtély. Remélem, hogy azért nem esünk, vagy nem lépünk bele ugyanabba a folyóba, amiben az elmúlt szezonban, mert az úgy már nagyon ronda lenne. Akkor jó, sokat beszéltünk erről, hogy még a végén a kiesés szele is megcsapja a Vidit, és egyébként már mivel Boris volt az edző, amikor még mindig elég cudarul állt a csapat, aztán a szezon végére kicsit összeszedték magukat, nem tudom, hogy függetlenül-e attól, hogy tényleg elég kemény kritikákat kaptak, sőt ott ugye például Fiola és a szurkolók között már tetlegességig fajuló nézeteltérés is volt. Az ilyet természetesen elítélem, és én egy kicsit ilyen ironikusan veszem azt is, hogy levetetik az Újpest szurkolók a meszt a játékosokkal. A vereség kétségkívül mindig benne van a csapatban, de minthogyha valamiféle ilyen sok hatásra szükség lenne, nem tudom, hogy van-e jelenleg az öltözőben olyan karakter, a vezetőedzőt is beleszámítva, aki tényleg úgy vág az asztalra, hogy mindenki észhez térjen, vagy olyan beszélgetések történnek, vagy olyan retorziók, amitől egy kicsit... Mert én, ahogy olvasgattam, azért a szurkolóknál is egy kicsit a hozzáállás is kivert a biztosítékot. Tehát, mintha nem látták volna azt a mérhetetlen küzdést a csapaton, ami mondjuk elvárható egy bajnoki mérkőzésen. Egyébként nagyon érdekes, mert ezen a Kecskemét elleni mérkőzésen beállt az új srác, az új tízes, a Castrati. Igen. És hátra ment egy labdáért, labdát szerzett, és visszasprintelt előre. Ez mondjuk egy ilyen 45 másodperces történés volt a mérkőzésen, és mindenki elkezdett brutálisan, hangosan szurkolni. Mert volt egy játékos, aki hátra ment a labdáért, és nem elégedett meg azzal, hogy megszerezte, hanem visszasprintelt előre, mert győzni akart. És ez a mentalitás 40-45 másodpercig erőteljesen figyelemmel volt kísérhető, és ez mindenkinek tetszett.
Nem azt mondom, hogy ez 90 percen keresztül ezt az intenzitást fent kell, vagy egyáltalán fent lehet tartani, de szerintem ez a szituáció megmutatta azt, hogy itt miről kellene, hogy szóljon a dolog, és szerintem számomra ez egy nagyon tanulságos momentuma volt annak a Kecskemét elleni meccsnek. Az más kérdés, hogy aztán sok minden más már nem tudott mutatni, szegény jó Castrati, de ez egy kifejezetten érdekes lesz majd megint, hogy hányszor tesszük fel a kérdést. Én őszintén remélem, hogy azért összekapja magát a csapat, hogy van-e edzőkérdés. Szegény Szabics Imre kapcsán jó néhány adásban csámcsogtunk, meg rugóztunk ezen, míg aztán végül kirúgták. És lehet, hogy ott más jellegű probléma volt. Most sem gondolom egyébként, hogy ne készülne fel rendesen a csapat, vagy ne gondolná azt a stáb, hogy tényleg mindent meg kell tenni a mai modern módszerekkel. A karizma őszintén szóval nekem kicsit hiányzik, és nem tudom egyébként persze, hogy kit tudnék mondani, vagy egy-két néven kívül, akire azt mondom, hogy ezzel most nagy változás lenne. Nekem Mihály Borisz egy nagyon jó fej, aranyos jó gyereknek tűnik, csak lehet, hogy ilyen szituációkban nem az ő kezükben van igazából a lehetőség, hogy egy csapatot az apátiából kiemeljenek. Tehát tök jó, hogy mindenki jól érzi magát, meg jó hangulat van, de néha azért ordítani is kell. Igen, én nekem az az érzésem, hogy mióta Borisz az edző, és talán egy kicsit nem ördögtől való, hogy azt mondom, hogy B-opcióként vagy akár C-ként lett idehívva vezetőedzőnek, egy picit olyan Borisznak a szerepe, illetve az egész légkör a csapat körül, mintha még mindig keresnék a vezetőedzőt, és amíg nincs, addig a Borisz tölti be ezt a szerepet. Hát nem tudom, hogy az idén sikerül-e majd Salú István meghívni a műsorba, remélem igen, mert mindig amikor jön, akkor ő neki fel lehet tenni ezeket a kérdéseket. Ő ugye annak idején elmondta, hogy hát Dárdai Pál kapcsán ő neki azért erős ambíciói voltak, meg próbálta győzködni, ez most egyelőre még nem volt aktuális, és akkor nem is az ő nevén feltétlenül, de például az a karizma, az a határozottság, az a kommunikációs készség akár a csapat felé, amit tőle láttunk a magyar válogatottnál, az nekem meggyőződésem, hogy azért segítene a Vidin is. Általában egy edzőváltás mindig, és hát itt Dombi Tibire is kitérhetünk, aki nem egy Dárdai Pali, mondjuk kommunikációs készség tekintetében. Ma hallgattam reggel az egyik reggeli rádiós műsorban, felhívták, mert a műsorvezető nagyon jó cimborája, és hát beszélgettek Dombi Tibivel. Én körülbelül 2 percet hallgattam belőle, az alatt elhangzott, hogy mondja a Tibi, tényleg egy nagyon aranyos gyerek, hogy hát igen, persze, ma már fontosak ezek a felkészülés, meg a kielemzés, meg a videó, igen, de hát nem ez én nyerem se, ha egy csapat meg. Én sose figyeltem az edzőre, mondta, és itt elkezdtek röhögni, hogy ő játékosként, és hogy ő most se azzal tett nyilván csodát, hogy valami olyan taktikai varázslatot letett az asztalra, vagy úgy kielemezte a Fehérvárt, hogy aztán tényleg köpni, nyelni nem tudtunk. Hát nyilván neki van egy nimbusza, van akivel még együtt focizott ebben a csapatban. Ezért azt gondoltam, hogy ha ezzel ezt a MOL-Fehérvárt le lehet győzni, akkor az igen kemény kritika nekünk is. Tehát tényleg Dombi Tibi mondott 2 keresetlen szót az öltözőbe, és az eddig nyeretlen Debrecen pont a Vidi ellen nyert egy meccset. És ugye hétvégén jön a Mezőkövesd, aki szintén nem remekel eddig, és ugye Sukka Attila alatt is remeg a padállítónak. Szóval lehet, hogy még egy beugró edző keserítheti meg a Vidi helyzetét még jobban. Hát, vagy ez egy buktató meccs lesz, csak kérdés, hogy melyik oldalon. Mindkét oldalon. Olyan eredmény nem tud születni szerintem. Mondjuk azt, hogy ugye hozzátetted, hogy tehát valami olyan karakter kell, vagy valaki olyan karakter kell, akire fel lehet nézni. Na most Dombi Tibire, ha másért nem, csak azért fel lehet nézni, mert én, ha jól tudom, ő mai napig lefutja a 10 kilométereket, és elsőként ér be a célba. Ne viccelj, ő többszörös maratonista. Hát pontosan ezt mondom, hogy tehát, ha másért nem, azért fel lehet rá nézni, mert vezére valamilyen szinten a többieknek. Tehát hát egy helyi legenda, tehát nyilván van ő legenda. Igen, tehát volt már nagyon régen is. Van, akivel együtt focizolt, van olyan fiatal, aki esetleg ott nőtt fel, és tudja, hogy Dombi kicsoda a debreceni fociban. Most egyébként még ezt sem tudom feltétlenül, hogy fehérvári futballból ilyet lehetne hirtelen találni, aki mondjuk most edzőként dolgozik, és így oda lehetne ültetni. De hát ez egy érdekes kérdés lesz, úgyhogy csak reménykedni tudunk benne, hogy legközelebb mondjuk egy Mezőkövesd megalázása után kicsit pozitívabb lesz a mérleg. Nem tudom, bocsánat, igen? Hát nem, és ugye Salú István mondta el itt az egyik honlapon, amiből aztán a klubhonlap is szemlézett, hogy hát itt mindig és változatlanul a nemzetközi szereplés a cél.
Ráadásul most már olyan rekord koeficiens gyűjtött össze a Fehérvár, hogy egy következő európai kupa, akár konferencia liga selejtezőben könnyen lehet, hogy akár végig kiemelt lehetne, csak a 8. helyről nem lehet ott elindulni. Igen, ez itt a probléma. Ha csak meg a kupát mondjuk igen, mellette. Az a probléma, hogy 8. helyről nehéz lesz kupa indulást érő helyen végezni. Nem, egy ilyen körni helytállás után egyébként én nem tudom, hogy lehet ide lecsúszni tényleg. Kipukkadt a lufi, erre szokták mondani. De hát az a lufi, ez mekora most kezdett szerintem felfújódni, igen, mert most... De tényleg. Tehát, hát volt két jó meccs a szezonban, gyakorlatilag egy Honvéd ellen itthon egy sima győzelem. Mondjuk a Honvéd sem remekel ebben a szezonban, és hát nyilvánvalóan a kölni győzelem, ami tényleg egy nagyon szervezett csapatot mutatott. Itt más a helyzet, tehát ezt mondta Boris is, ugye, hogy amikor nálunk van a labda, a magyar bajnokságban döntően nekünk kéne birtokolni, helyzetet kialakítani, azzal van probléma, miközben van jó góllövő csatárunk, mégis 4 idegenbeli meccsen 1-11-es gól. Ez rettenetesen vérszegény. De talán azt egyébként Sallói elmondta, vagy elismerte, hogy a középpályán nem sikerült úgy erősíteni, ahogy kellett volna, vagy ahogy szerettek volna, de azért valóban hát nem nagyon van, aki osztogatja a labdákat. Igen, és hát van fiatalitás is, kétségkívül sok minden van, ami azért kockázattal jár, de reméljük, hogy nem annyival, hogy itt tényleg, ha már mondtam, hogy átnéztem az előző szezonokat, ugye Bernard Cassoni most már 7 vagy 8 éve volt az emlékezetes francia mester, ugye Burcsa győző találmánya volt. Ott volt azt hiszem, hogy az első 6 meccsen 5 vereség volt és 1 győzelem, de az pont idegenben amúgy. Akkor produkált egy hasonlóan gyatra kezdést a Fehérvár, hát mondjuk a 7. meccset, de már talán a 6. se élte meg Cassoni, addigra kirúgták. Úgyhogy nem jósolom és nem kívánom ezt Mihály Borisnak, sokkal inkább azt, hogy tényleg találja meg a kulcsot a csapathoz. Mi pedig akkor folytassuk olyan csapattal, amennyire egyelőre még csak találgatunk. A kosarasok tegnap nyílt edzést tartottak, ugye immár Arkonik Alba Fehérvár néven. Pozitív hír az előszezonból, hogy lett névadó szponzor. Ugye 2 játékos ott van a válogatottal, amely egy tisztes meccseket játszik az Európa-bajnokságon. Ugye Vojvoda Dávid, illetve Somogyi, és közben a csapat megkezdte itt a felkészülést. A tegnapi nyílt edzésen készítettem Pongó Marcellel, aki szintén a válogatott edző táborában volt még az EB előtt, egy rövid interjút. Most akkor nézzük meg ezt így felvezetőként. Hogy telt a nyár, gondolom? Sok pihenés azért nem volt benne, hiszen először a válogatottal készültetek, most pedig már itt Fehérváron. Így van, ugye, hogy véget a szezonnak, utána volt egy 4 nap pihenünk, aztán mentünk Kecskemétre, vagy a VB-selejtezőkre. Utána volt egy 3 hét szabadságunk, azt megpróbáltam minél jobban kielvezni, és utána pedig kezdtük augusztus 1-én a felkészülést. És hogy sikerült ez a felkészülés? Egyrészt nyilván a válogatott most játszik az Európa-bajnokságon, de hát egyénileg nektek is az volt a cél, hogy minél jobb formába kerüljetek. Hogy érezted magad, mikor vissza kellett aztán térni Fehérvárra? Én azt gondolom, hogy viszonylag jó állapotban tértem vissza. Itt ugye egy meccset már le is játszottunk itt a srácokkal a Kaposváron, én azt gondolom, hogy jól sikerült, mind a csapatnak, mind nekem. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó volt a felkészülés a válogatottal. Ugye elég speciális most a helyzet, hiszen Vojvoda és Somogyi a válogatottnál van, te gyakorlatilag irányítóként most te jössz szóba itt a csapatnál, gondolom ezt ki is tudod élvezni, de hogy látod a szezonban majd, hogy fognak tudni megoszlani a terhek, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a külső posztokon gyakorlatilag magyar játékosok lesznek kizárólag. Így van, én abszolút örülök egyébként, ugye a Vojában már tavaly, az Ádival még nem, csak a válogatottba, illetve az edzéseken játszottunk együtt, de izgatottan várom, én azt gondolom, hogy élvezni fogjuk mind a hárman. És milyen lesz az Alba szerinted? Nyilván nagyon korán van most még bármit mondani, a célok azok mindig ugyanazok, de mondjuk egy előző viszonylag jó sikerült szezon után elég magasan is van a léc. Így van, szeretnénk még jobb eredményt elérni idén, ugye tavaly bronzérem, azt gondolom, hogy nem volt egy rossz eredmény, ahogy te is mondtad a kupában, ott viszonylag kicsit csalódottak voltunk nyilván az elődöntő miatt, ott is van javítani valunk, úgyhogy azt gondolom, hogy a nézők is izgatottan várhatják a szezont. Ebből az egy meccsből, amit lejátszottuk, azt gondolom, hogy biztató. Annyira titkos meccs volt egyébként, hogy sehol nem olvastam az eredményt, meg hogy mi volt, a Marcit kérdeztem, meg ő mondta el, hogy végül is viszonylag simán sikerült megverni a Kaposvárt. Ugye jelenleg 3 légiósa van az Albának, 1 nem ment át az orvosi vizsgálaton, illetve a 2 válogatott játékos sincs még itt.
Itt egy kicsit megint hasonló a helyzet, mint a hokisoknál mondtuk, hogy volt egy jó szezon, ez a bronzérem azért annak mondható, ráadásul ott az elődöntőben tényleg jobban megszorongattuk a Falkot, mint aztán a döntőben az ellenfele. De hát itt mindig ez az elvárás is. Tehát azért ők nem tudnak kifutni a pályára a kosarasok, hogy bárki azt mondja, hogy jó, hát legyünk benne a négyben, aztán oké. Hát igen, ugye az előző szezonokhoz képest az a bronzérem mindenképpen előrelépés, mert azért volt itt egy-két kicsúszott eredmény az elmúlt években. Remélhetőleg itt azért a magyar mag talán még erősödött is az előző évhez képest, úgyhogy remélhetőleg a négy közé jutás, vagy a döntőbe jutás az reális lehet, de majd kiderül. Hát reméljük egyébként az EB szereplésünk nem jár több vezéráldozattal, szegény Hanga ugye lesérült. De ez a Real Madrid problémája. De igen, ez most már az ő. Egyébként néztem, nem tudom ti mennyire láttátok, hogy nem nagyon érheti szó a ház elejét. Ugye eddig három meccset játszott, és főleg a franciák ellen nagyon közel volt egy bravúroza válogatott, ami után egyébként Stojan Ivkovic azt nyilatkozta, hogy hát el kell kezdeni NBA játékosokat kinevelni. Mi sem könnyebb ennél. Mondhatjuk a többi sportágra is, hogy adjunk néhány klasszist az NHL-nek, vagy a Bajnokok Ligájának. De összességében azért szerintem itt egy erős keret alakul. Az más kérdés, hogy milyenek lesznek majd a riválisok, mert ott sem szokott gyenge lenni. Hát én mindig azt mondom egyébként, hogy abszolút nincsenek, vagy nincs irigylésre méltó helyzetben a kosarasok menedzsmentje, mert hát ez a példa is bizonyítja azt, az a küldött légiós, hogy simán mellé lehet nyúlni. Tehát nyilván az adatbázisok rendelkezésre állnak, de benne van a pakliban. Nem, hogy valaki gyengébb az elvártnál, hanem egész egyszerűen nem felel meg az orvosi követelményeknek. Úgyhogy hát remélem, hogy nem lesz annyira lutri ez a szezon a légiósok szempontjából, mert azért az elmúlt szezonokban is voltak azért ilyen hasonló melléfogások, nyilván akaratlanul, de reméljük, hogy azért a légiós mag az megfelelő lesz ahhoz, hogy mondjuk ott legyünk a legjobb négy, legjobb kettő között. És amennyiben még nem lesz megfelelő, én ugye most laikusként egy kicsit, de abban bízok, hogy az Arkonik nem csak a nevét adja majd a csapathoz, hanem bizonyos lehetőségek is érkeznek vele, és azáltal is erősödhet a csapat, hogyha esetleg úgy van. Ez biztos így lesz önévadó szponzornál. Egy mondat erejéig visszatérve az EB-re, nem tudom, hogy ti mennyit láthatok benne, Hanga Ádám egészen elképesztő klasszis lett. Persze, aki figyeli a sportágat, tudta eddig is, hiszen azért az Euroligában és a spanyol bajnoknál nem játszanak gyenge kosarasok, ami igazán lenyűgöző, hogy mindemellett azt az alázatot és szerénységet maximálisan megőrizte, ami őt már akár fiatal játékosként itt Fehérváron jellemezte. És hát úgy volt a vezére ennek a csapatnak, hogy tényleg mindent beleadott, miközben egyébként az utolsó meccsén már így félig sérült eljátszott. Úgyhogy ez mindenképpen ilyen kalapemelésre méltó, úgy gondolom. Igen, azt hiszem az Ádám 5 év után játszott újra tétmérkőzésen a válogatottba, tehát valószínűleg ki volt éhezve arra, hogy tényleg segítsen a nemzeti csapatot, mert azért az elmúlt években ugye sikereket értek klubszinten, de hogy valahogy a válogatott programok sosem sültek el úgy, hogy pont tudott jönni, vagy pont sérült volt, vagy nem engedte el az adott klubja, szóval szerintem nagyon ki volt éhezve az Ádám. Hát ebben szerepet játszik, igen, a Nemzetközi Szövetség egészen abnormális viszonya egyébként a legnagyobb klubokat tömörítő szövetséggel, tehát itt folyamatos mennek a szankciók, meg a beígért fenyítések, tudom én, és hát nyilván a klubok is így viszonyulnak ehhez, de hát örüljünk, hogy láttuk Ádit, és reméljük, hogy a csapatnak lesz még jó meccse. Azt nézem, még van azért egy kis időnk, úgyhogy még mindig beleférhet a Manchester United akár. Vagy az elején már előttük, de gondolom, hogy kicsit elemezhetjük, illetve föl is tudom hozni, amíg egy picit visszakanyarodunk a focis berkekhez, de nyugodtan tett fel a kérdést. A kérdés az lett volna egyébként, mert hogy pénteken elkezdődik a női kézilabdabajnokság, hogy néhány mondatot azért mondjunk róluk is, hogy milyen várakozásaitok vannak. Most, hogy nincs itt Kaiser Tomi, egy nagyon erős oszlopunk azért kidőlt a női kézilabdát követő társaságból, de ugye igazi megyei rangadóval a Dunaújváros ellen kezdődik a bajnokság. Nekem az rémlik, ahogy néztem a híreket, hogy talán soha ilyen fiatal
csapat nem volt még, és hogyha a hókisok kapcsán elmondtuk, hogy mennyire értékeli a közönség mindig a saját neveléseknek a beépítését, ha nem is feltétlenül mindig saját neveléssel, de itt részben kényszerből azért a Fehérvár is azzal játszik, hogy fiatal és ambiciózus tehetségekkel vegye fel a versenyt a jóval jobb körülményekkel rendelkező ellenfelekkel. Hát kíváncsi vagyok az első hazai meccsre, ugye Debrecenben beleszaladtunk a késbe, de hát ez nyilván papír forma volt az első fordulóban. Szerintem ez nagyon jót fog tenni a csapatnak, hogy a megyei riválissal kell megmérkőzzen az első hazai mérkőzésen. Szerintem ez mondjuk sokkal jobb, mint mondjuk az a leosztás, amikor nem tudom, az egyik újoncal vagy kieső jelölttel itthon kezdesz, és akkor mondjuk maradsz egy nem tudom, papírforma győzelmet. Ez szerintem felrázza a csapatot, legalábbis abban reménykedem, hogy kellőképpen felrázza az Albát. Nyilván a Kohászt is felfogja, de reméljük, hogy mi örülhetünk majd a mérkőzés végén. Külön érdekesség, illetve én nagyon kíváncsi leszek, hogy Józsa Krisztiának hogyan alakul ez a szezon, mert amikor fiatal játékosokról beszélünk, meg lehetőséget kapott tehetségekről, akkor az is tulajdonképpen egy jó dolog, amikor egy edző előrelép, és ugye ő most már másodszor kapta meg a bizalmat a nagy csapat vezetésére. Hát nyilván neki sem könnyű, mert azért tényleg nemhogy nem a Ferencváros és a Győr, de még csak nem is a Debrecen lehetőségeivel bír a fehérvári csapat, de hát neki is lehet szorítani, hogy jól sikerüljön a munkája. Igen, meg hogy most ugye, hogy sok a fiatal játékos, azért azt hiszem, hogy nem muszáj akkor elvárásokat támasztani, hiszen akkor most össze kell újra csak érnie a csapatnak. Tehát tényleg érdekes lesz, hogy mire lesznek majd képesek. Jobb ellenfél szerintem sem nagyon jöhetett volna, és a megyei rangadó. De tényleg most egy kicsit úgy kell hozzáállni a csapathoz, hogy nézzük meg, hogy mit tudnak. És majd utána tudunk róla beszélni néhány mérkőzés után, hogy mire képesek ez idáig, és mink kellene esetleg változtatni, még ha csak a mi szavai szintjén is. Azt nem tudom, hogy Besser Borbál a sérülése, az most hogy áll, vagy hogy van, ugye korosztás válogatott alapembere meg nyilván az Albáé. Ő azért érzékeny veszteség lehet, hogyha hosszú távon nem tudott. Már lassan a hagyomány lesz amúgy, hogy valami alapember akár nagyon hosszú időre kiesik, tehát az sérülésekkel se szokott szerencséje lenni. Igen, tavaly az új igazolás, az akkor új igazolásnak számító Tamara Sambatian hullott ki gyakorlatilag. Hát előtte a Győrből érkezett beállós lánynak, úgy szintén gyakorlatilag egész szezonra igen, a Fentaler, igen. Úgyhogy... Reméljük, hogy ezek a bal szerencsék legalább elkerülik a csapatot. És hát a másik kérdés, most már nagyon kevés időnk van, és lehet, hogy ezzel leszünk kénytelenek befejezni, ahogy egyébként az előző adást is, csak azóta történtek dolgok, hogy ugye a Vörösmarty Színház évnyitóján hangzott el a polgármestertől, Cserpakovics Andrástól, hogy nagyon könnyen előfordulhat, hogy két hónapra be kell majd zárni a leghidegebb hónapokban a színházat az energiaválság miatt. És hát azt kicsit pedzegettük az előző adás végén, és én most már nagyon reális veszélynek érzem, hogy stadionokat, illetve sportcsarnokokat is érinthet ez. Úgyhogy ha most itt lenne, hogy majd reméljük, hogy lesz is, mint korábban Balázs Imre, akkor tőle azt kérdezném, hogy mitől tart jobban az ellenfelektől, vagy attól, hogy mint a Covid idején, egyszer csak majd le kell húzni a rólót, és azt mondani, hogy bocs, de most néhány hónapig nem lehet játszani, vagy akár edzeni. Hát igen, ez a két verzió van, ezt akartam éppen mondani, hogy lehetséges, hogy kicsit most büszkélkedek, nem is nagy büszkeség, de játszottam a megyei negyedosztályban, ugye fociban, nagy pályán, ahonnan nem lehet kiesni. Azért kapcsolódik ez ide, mert ott vasárnapi mérkőzések voltak, oda mentünk, lejátszottuk a meccset, frankó hangulatban, aztán pedig hazamentünk. Tehát tök jó volt egy kis testedzés. Na most ugye az a lényeg, hogy nem volt edzés. Viszont a bajnokság az ment. Uh-huh. Szóval ha fenn akarják tartani azt, hogy legyen bajnokság, akkor lesznek mérkőzések. Ha azon múlik, akkor kevesebb edzéssel, akkor viszont ugye az színvonal romláshoz is
vezethet, meg kiesnek ugye a saját megszokott sérülésekhez, sportban ez azért nem úgy van, mint a színházban. Hogy igen, ez egy kicsit más kávéház, úgyhogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy miből kell esetleg elvenni, hogyha el kell venni valamit. Hát vagy bekövetkezik az, amit annak idején Détári Lajos mondott egyszer dühösen egy riportban. Nálunk nincs edzés, kártyázás van. Beszélgetés és kártyázás. És kártyafélnél. És akkor lehet, amit esetleg, amit megállítólag Komora Imre mondott, ugye Détári ex-apósa, hogy majd megtémázzuk a témát. Ez volt a taktikai utasítás. Hát bízunk benne, hogy nem ez fog történni, nem akartuk magunkat ismételni, de megint adás végén ezzel kellett foglalkozni, és szerintem még fogunk is majd, és egyébként, mert biztos, hogy klubvezetőket is meg kell kérdezni az efféle vészforgatókönyvekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A jövő hétre már Horog Laci is ígérte érkezését, úgyhogy az is lehet, hogy mindannyiunk példaképe is néhány rendkívül fontos meglátással színesíti majd a műsort. És bocsánat, tehát még mielőtt elbúcsúznám, azért ezt említsük meg, hogy az adás után Zsombor fodrászhoz megy. És a stylista már mondta, hogy itt az ideje fodrászhoz menni, úgyhogy igen, jégkorom csapathoz más illik. Hát jó, hát majd akkor hamarosan megbeszéljük, hogy milyenek voltak a BL tapasztalatok testközelből külföldön is. Most köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra! Viszlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.